Üdvözlök minden irodalommániást és könyvmojt a csatornámon! Én Norbi vagyok, és ez a videó ismételten egy bookhaul videó lesz, amely az utóbbi egy hónap szerzeményeit hivatott bemutatni. Van egy kis keserű íze is ennek a videónak, legalábbis számomra, ugyanis a kisvárosom könyvesboltja bezárni kényszerül hamarosan. Lehetne elmélkedni az okokról, hogy egyeseknek már a könyvek luxusciknek számítanak, kevesebben szeretnek már olvasni, drágák a könyvek, nem igazán tudom. De sajnálatos dolog. Így, mivel végkiárusításra került a könyvkészlet, nos, ami belefért a szatyorba, és talán még egy kicsivel több is, hazahoztam magammal, hiszen minden elhanyagolt könyvnek van egy kedves, szerető otthona valahol a világban, például egy ilyen könyvesbolc, mint ami a hátam mögött is van. Ezen felül akad még egy-két kötet, ami így az ünnepek során, vagy éppenséggel az ünnepek után került hozzám, ezeket is szeretném majd néhány szóval bemutatni nektek. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Szeretném egy, hát hogyha ez már ilyen keserédes hangvételű dolog, sikerült az egyik legkedvesebb írómtól, és beszereznem nem is egy, hanem egyenesen két kötetet. Itt látható mögöttem egy Terry Pratchett kupac. Sir Terry Pratchett nagyon-nagyon közel állt a szívemhez, hiszen rengeteg könyvét olvastam, közel sem mindet, de nagyon nagy hatással voltak rám. A kedvenceim között tartom számon a Vészbanyákat, a Mágia fényét, a Mágia színét, vagy éppenséggel a Kisisteneket. És pont Angliában dolgoztam, egész pontosan Londonban, amikor kikerült a hír, hogy sajnos Sir Terry Pratchett eltávozott, nagyon-nagyon lesújtott a hír, hatalmas veszteség volt. Nagy gondolkodó volt, és nagy nevettető, hogyha lehet ilyen gicses jelzőkkel illetnem páratlan munkásságát. Na de, könyvekről szeretnék beszélni. Az ötödik elefánt került hozzám, lássuk is, hogy miről akar szólni. Ez egy korongvilágos történet. A korongvilág maga, ahogy elképzelhető, már az mosolycsal az arcomra, hogy négy hatalmas elefánt hátán pihen egy korongvilág, és oldalt folynak le a tengerek, és a négy elefánt egy óriás, teknős páncélján állva utazik az űrben. Egy kis fricska. Nos, lássuk is, hogy az ötödik elefánt miről is szól. Vinkó Szilárd az életéért rohan, ő, aki tegnap még herceg volt, a városőrség parancsnoka és a rejtélyes, hájban gazdag überwaldi birodalomba kinevezett nagykövet. Ma azonban már nem támaszkodhat másra, csupán természetes józan eszére és Ványa bácsi nyomasztó nadrágjára. Ne is kérdezzék. Havazik. Dermesztő a hideg. És ha nem sikerül az erdőn átvergődve lakott területre jutnia, akkor kirobban egy rettenetes háború. Ráadásul szörnyek loholnak a nyomában. Okosak. Gyorsak. Mi több? Vérfarkasok. És mind jobban beérik. Kalandosnak, mókásnak ígérkezik. Alig várom, hogy belevessem magam. És ha jól emlékszem, az egyik utolsó kötete a mesternek az égből szőtt kalap. Lássuk, hogy ez miről szól. Látunk téged, és most már mi, te vagyunk. Sejtelmes. Egyetlen igazi boszorkány sem lépne ki csak úgy a testéből, és hagyná az gazdátlanul. Sajogi Stefánia megteszi, imádom ezeket a neveket, és valami éppen arra vár, hogy átvehesse az uralmat egy kapóra jött test felett.
valami ősi és rettenetes, ami nem tud meghalni. Hogy Stefánia elbánjon vele, el kell jutnia annak a szívébe, ami őt boszorkánnyá teszi. Meglettem babonázva, úgy látszik. Túl kell jutni az én nem tudomon. Ám még a Nacmag Figlik, Istenem, a korongvilág legzsiványabb mondói, akik imádnak a nyomasztó túlerővel szembeszállni, segítségével sem biztos, hogy képes lesz visszaszereznie önmagát. Ez a Sajogi Stefánia sorozat második kötete, előbb-utóbb úgyis beszerzem az elsőt. Számomra ez kötelező lesz. Hogyha már a fantázia világában kalandozunk, egy másik nagy kedvencem, aki szintén mögöttem látható a polcon, Clive Barker egyik kötetét is sikerült megkaparintanom, az Abarat sorozat második részét. Igen, nagyon sok olyan könyv maradt a polcon, amelyek nem első részek, hanem egy sorozatnak a második, harmadik, sokadik a darabjai. Előbb-utóbb úgyis be akartam szerezni őket. Nem nagyon szeretném elolvasni igazán, hogy miről szól, de aki ismeri Clive Barkernek a munkásságát, akkor tudja, hogy egy elképesztő képzelőerővel rendelkező horroríróról van szó, de talán a horror túllép a kliséken, hogyha az ő tollából bújik elő. Ez egyfajta rémmese inkább. Mindenképpen kíváncsi vagyok rá. Szóval nagyon örülök neki, hogy sikerült beszereznem az Abarat, a varázsórák, véres éjek kötetet, ami sorban a második. Hogyha már nagy kedvencekről van szó, érdekes volt a borítókép választás. Nagy Stanley Kubrick rajongó vagyok, nagyon szeretem a rendező legendának a filmjeit, és az egyik kedvencem a The Clockwork Orange, és így került beszerzésre, hát egy ominózus jelenet lett kiragadva a borítóra, a gép narancs. Értelmet kap ez a kép, hogyha valaki megnézi a filmet. Anthony Burgs felkavaró, disztópikus regénye remekül működik a vásznon, de könyvben ugyancsak egy eléggé letaglózó élmény. Lássuk, hogy mit ír a fülszöveg. Anthony Burgs leghíresebb műve a géptarancs 1962-ben látott napvilágot, és azóta mit sem veszített aktualitásából. Nem csak mert cselekménye a pontosan meg nem határozott jövőben játszódik, hanem mert Burgs írói képzelete és nyelvteremtő zsenialitása a napi politikánál is, a múló irodalmi divatoknál is időtálló. Ezt az antiutópista történetet egy tizenéves bandavezér, a jókedvel kegyetlenkedő, ugyanakkor igen éles elmélyű és a klasszikus zene iránt rajongó Alex mondja el a maga egyéni, orosz eredetű szavakkal megtűzdelt szlengén. Micsoda horror show! Az ő egyszerre taszító és vonzó személyiségén keresztül kapunk képet az alattvalóira gondolatlan gépies konformitás kényszerítő államról, amely a fiatalok számára életformává vált erőszak visszaszorítására az agymosástól sem riad vissza, holott ez az erőszak paradox módon már a méltóság megőrzésének egyetlen eszköze. Annak idején belekezdtem az angol kötetbe, tehát az eredeti kötetbe, beletört a bicskám. Ugyanis, mint ahogy az előbb is említve volt, Alex érdekes orosz-szerű szlengben beszél, és annak idén tizenévesen megfeküdte ezt a gyomromat. Lehet, hogy így idősebb fejjel már ki tudom végezni. Újabb klasszikus, ismételten mögöttem rejlik
pár kötet Ray Bradbury-től. Fahrenheit 451 és Más történetek című kötet az Agave kiadótól. Lássuk, mi minden rejlik ebben a kötetben, a Fahrenheit 451-en kívül. Tűz és jég, Erd mint rakéta, Einár bácsi, az időgép és a nyári futás hangja című novellák. Nagyon-nagyon kedvelem Bradbury-nek a stílusát és a történeteit, hiszen annak ellenére, hogy sci-fi írónak lehetne mondani, nagyon-nagyon mélyen filozófikus és sötét, komor. Lássuk, hogy miről is szól a Fahrenheit 451, amely a Marsbéli krónikák mellett Bradbury talán leghíresebb műve. Guy Montag tűzőrként dolgozik. Az a munkája, hogy elégesse a könyveket. A házakkal együtt, ahol eldugták azokat. Montag élvezi a munkáját. 10 éve tűzőr, és mindig felhőtlen örömmel vonul ki az éjszakai riasztásokra, boldogan nézi a lapokat emésztő lángokat. Aztán egy nap találkozik egy lánnyal, aki olyan múltról mesél neki, amikor az emberek még nem féltek, majd megismerkedik egy professzorral, aki olyan jövőt fest elé, amelyben az emberek gondolkodnak. És akkor Guy Montag hirtelen ráébred arra, mi az igazi hivatása. Forrón ajánlott. Rossz vicc. Későre jár, ezért találkozhatunk a kutya különös esetével az éjszakában. Mark Haddon érdekes kötetével. A 15 éves Christopher autista. Nagyon sokat tud a matematikáról és a fizikáról, de nagyon keveset az emberi érzelmekről. Nem szereti, ha hozzáérnek, és nem hajlandó megérinteni semmit, ami sárga vagy barna. Űrhajós szeretne lenni, de még sohasem járt a szülei nélkül az utcájukon túl. És alig, hanem ő a világirodalom egyik legkülönösebb nyomozója. Egy este ugyanis a szomszédasszony kutyáját döglötten, vasvilával átszúrva találja a kertben, és elhatározza, hogy kinyomozza. Kiölte meg. Így kezdődnek Christopher különös kalandjai, melyek során nem csak a kutya gyilkosának kilétére derül fény, hanem ennél jóval fontosabb dolgokra is, amelyek sok mindent megváltoztatnak, mind az ő, mind a szülei életében. Mark Haddon bámulatos beleérzéssel ábrázolja az autista fiú végtelenül racionális gondolkodását, sajátos érzelmvilágát, s könyve izgalmas és megható olvasmány lehet gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Bizarr elképzelés, de nem véletlenül emeltem rá a polcról. Szerintem érdekes lesz, és a maga módján szórakoztató is. Nagyon régóta szeretném már beleásni magamat mélyebben Faludi György munkásságába, ezért örültem annak, hogy beszerezhettem ezt a vaskos verses kötetét, amely 1956 és 2006 között írt verseket tartalmaz. Olvasóim nélkül nem írtam volna meg e könyv felét sem. Nékik köszönöm, hogy soha magányosnak nem éreztem magam, és akárhogy is fújtak e korszak jegesszelei, nem kellett fáznom és borzonganom. Írt a Faludi György versei első gyűjteményes kiadásának utószavában. E töretlen népszerűséget elsősorban színes egyéniségének, intellektuális érzékenységének és kiapathatatlan, sok szenvedésen érlelődött humanizmusának köszönhette. Verseiben, melyeket diákkorától kezdve egészen haláláig írt, megtalálható mindennek a lenyomata. A széleskörű műveltség és világlátottság, a szépség iránti vonzódás. De ugyanúgy a különböző szerepekkel való játék, a fordítás és átköltés közti határvonal elmosódása is, melyek már fiatalon megalapozták hírnevét.
nagyon örülök neki, hogy sikerült beszereznem ezt a Faludi kötetet. Hiszen az átköltéseit és azokat a verseit is nagyon-nagyon kedveltem, amelyekkel eddig volt szerencsém találkozni. Így most már mérehatóban fogok megismerkedni a munkásságával. És hogyha már költészet és 20. század, a fa alatt várt rám két verseskötet. Az első, amelyet szeretnék bemutatni, Tor Ylven Türelem című kötete, amely a 21. század kiadó gondozásában jelent meg. A péntekesti poétikában már szántam Tor Ylven költészetének egy epizódot. Hogyha van kedvetek, akkor nézzétek meg ezt a videót, a leírásban megtaláljátok hozzá a linket. A 90-es évek Norvégiájában Tor Ylvennél jobban csodált és fontosabb szerzőt nehezen lehetett volna találni. Nem az a fajta irodalmi figura volt, akit a rendszeres szereplései, a politikai véleménye vagy a külföldi eladások helyeztek a középpontba, hanem éppen az, aki mintha fölötte állt volna mindennek. Részben visszahúzódó természete, részben pedig radikális írásmódja miatt. 1987-ben jelent meg a legkiforrottabb és legradikálisabb kötete, a Türelem, amely már egyértelműen generációja vezető lirikusává és a 90-es évek környékén induló fiatal szerzők vezércsillagává tette. Tor Ylven 1953-ban született Oszlóban, és szinte egész életét a család külvárosi házában élte le. Nem járt egyetemre, az egyedüli papír, amelyet megszerzett, egy darukezelői jogosítvány volt. Életében csupán egyetlen interjút adott, és ritkán szerepelt a nyilvánosság előtt. Mindössze 41 éves volt, amikor a norvég nemzeti ünnep másnapján, 1995. május 18-án, egy nappal azután, hogy a Svéd Akadémiától megkapta Doblung díjat, öngyilkos lett. Ez volt az első kötet, amit idén elolvastam, hiszen a versek nagyon rövidek és villámcsapásszerű erővel bírnak, és némelyik akár még sokkoló is lett, hiszen Ylven a szürrealizmus felé kacsingatott műveiben, de talán ez sem igazán helyén való. Minden esetre egészen biztosan fogunk még a költészetével, igen, ez egy jó szó volt, radikális költészetével találkozni, majd a péntekesti poétika újabb epizódjaiban. Szintén szeretnék majd egy kis figyelmet szentelni a verses sorozatokban John Ashbery Önarckép konvex tükörben című kötetének, és az ő munkásságának is. Nincs még egy költő az elmúlt bő fél évszázad amerikai költészetében, aki ennyi fejtörést okozott volna a kritikusoknak és az olvasóknak, mint John Ashbery. Szeretjük is az ilyen költőket. Költői pálya 1955-ben indult, de a valódi áttörést az 1975-ös mű az Önarckép konvex tükörben hozzá számára, amely a rákövetkező évben elnyerte az amerikai líra 3-as befutóját. A Pulitzer díjat, a Nemzeti Könyvdíjat és a Nemzeti Könyvkritikusok körének díját is. Az Önarckép konvex tükörben az amerikai posztmodern költészet alapműve lesz, és már a megjelenése körüli években a kortárs költészet klasszikusaként kezdenek beszélni róla. A közelmúlt világlírájának egyik mérföldköve végre magyarul is olvasható. Eddig még nem volt szerencsém megismerkedni a költészetével, de ezzel a kötettel mindenképpen pótolni szeretném ezt a hiányosságot. A végére pedig egy kis hazai, kicsit kopott, kicsit vízfoltos, de sikerült az enyészettől szerintem megmentenem. Kosztolányi Dezső Pacsirta című kötetét. Nem ismeretlen előttem a Pacsirta cselekménye, viszont még nem olvastam el borítótól borítóig, ezért ezt a hiányosságomat is szeretném pótolni minél hamarabb.
Egy leány ült a padon a virágágyak előtt, a vadgesztenye fa alatt. Sárga pamutból horgolt valami terítőt. Így látjuk először lehajtott fejjel, arcába borult haja, a pacsirtát, a nagy darab, csúnya vénlányt. Pacsirta Szárszegen él szüleivel. Szárszegen, ahol egész éven át hamuszürke por hull az utcákra, de a magyar király étterméből a pörkölt, remek, paprikás illatát viszi a szél, és mulatás zaja, cigányzene, nótaszó veri fel az éjszakákat. Pacsirta szülei, Kisvajkai és Köröshegyi Vajkai Ákos és Kecfalvi Bozsó Antónia régóta elszoktak már a zajoktól. Maguknak élnek, csendesen, állítatos rajongással imádják, féltik egyetlen kincsüket, Pacsirtát, a csúnya lányt. Boldogok, elégedettek. Legalábbis ezt hiszik magukról. De egy napon ennek a történetnek kezdetén Pacsirta vidékre utazik, a rokonaihoz. Egy hetet van távol a szülői háztól, és ez az az egy hét elegendő arra, hogy könyörtelenül szembesítse Vajkaiékat az igazsággal. Egy csúnya arcban felmutatni az emberi lét iszonyatos kegyetlenségét, az öreg házaspár néhány napjában a tömlöcbe zárt sorsok groteszk tragikumát. Könnyű kézzel, halálos biztonsággal. Ez Kosztolányi művészete, a pacsirta halhatatlanságának titka. Nos, ezek lettek volna a nagyjából januári beszerzéseim, utókarácsonyi ajándékok, enyészettől megmentett kötetek, és egy könyvesbolt bezárásának mementói. Jó olvasást kívánok mindenkinek! Találkozunk a következő videóban. Sziasztok!